képes összefogni, harcolni egy nemes cél érdekében, és nem csak ilyenkor, karácsony előtt gondoskodik a szalontai gyermekekről, hanem egész éven át. A gyermek a legdrágább kincs. Jól tudják ezt közösségünk előjárói is, akik a lassan lecsengő év folyamán számos olyan programot tettek elérhetővé, amely a gyerekek nevelését, képzését célozta meg. Az év során kicsik és nagyok nyelvórákon tanulhattak ingyenesen, részt vettek egészségfelmérő vizsgálatokon, és meg annyi új ismerettel gazdagodtak a különféle szórakoztató táborokban. A gondoskodó szeretetre az év minden napján szükség van. Gyermekeink, családjaink támogatása mellett embertársaink mindennapjaira is figyelnünk kell, hiszen felelősek vagyunk egymásért, felelősek vagyunk a jövő nemzedékéért. Móra Ferencet idézve, szeresd a gyermeket, öleld szívedre őt, ringasd el lágyan a szegény kis szenvedőt, lehújt villáinak töröld le könnyeit, s míg te a gyermekek könnyét törölgeted, egy láthatatlan kéz a csillagok felett letörli vétkeit. A mai estén városunk magyarsága ismét összefog. Azért vagyunk ma itt, hogy segítsük a szalontai gyermekotthon kislakóit, hogy gondoskodjunk a számukra egy boldog új esztendőről. Szeretettel köszöntöm az adományos tisztvendégeit, akik részvételükkel megtisztelték a mai rendezvényünket. Nagy örömünkre szolgál, hogy körünkben üdvözölhetjük a jótékonysági est fővédnökét, Kelemen Hunor kulturális minisztert, az RMDS országos elnökét. Szeretettel köszöntjük továbbá Bánki Erik Fidesz országgyűlési képviselőt, a Sport és Turisztikai Bizottság elnökét. Valamint Böjte Csaba ferences rendi szerzetest, a Szent Ferenc Alapítvány elnökét.